A mai sajtótájékoztatónkon képviselőtársaimmal együtt érintettünk társasházak vízóra korszerűsítési témáit, illetve a vízháztartásunkat, a vízkészletünket erősítő programot, az egész város vízháztartását erősítő programot. Továbbá sportos témáink voltak, pályaépítés és a Lajosvárosi Sportcentrum kialakításának a lehetőségét igyekeztünk ismertetni. Én magam sportos témát ismertettem. Az MLS és az EGRI Sportcentrum ESE együtt pályázott az önkormányzatunkkal egy műfüves pálya, illetve kettő műfüves pálya létesítésére. Ebből a kicsi 2015-ben már megvalósulhat, amennyiben önkormányzatunk a 30%-os önrészt biztosítani tudja. Javaslatom azt fogja tartalmazni, hogy ezt a 30%-os önrészt biztosítsuk, ezt a közel 10 millió forintot, mert ezáltal lehetőség nyílik a utánpótlásunknak kulturáltabb, korszerűbb pályán edzeni, ezzel gazdagodunk, és nem utolsó sorban a lakosság is használhatja majd ezt a pályát, hiszen a tömegsport nagyon fontos. Készen van a város új sportkoncepciója, amit a február 26-i közgyűlésen fogok bevinni. Ebben meghatározzuk a prioritásokat úgy a létesítményfejlesztések, mint pedig a sporttámogatások tekintetében. Reményeim szerint a sportlétesítmények fejlesztése megfelelő ütemben meg fog valósulni, és szeretném, hogyha ezek lakossági használatba is bevonhatók lennének. A 2015 évi költségvetéshez van néhány módosító javaslatunk, többek között egy elfogadott önkormányzati rendelet értelmében a vízórák almérő óráinak kialakítása elsősorban a társasházakra vonatkozik. Ez pontosan azért van, hogy a rezsicsökkentéssel összefüggésben minél kedvezőbben és minél hatékonyabban tudjunk ezekkel az eszközökkel, forrásokkal bánni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy minden lakás elkészítheti a saját maga vízóráját. Ehhez az önkormányzat a rendeletünk értelmében 50 ezer forint támogatást nyújt. Ez nagyon fontos, hogy szerepeljen a költségvetésben. További ilyen szintén rendeletünk értelmében a társasházak magánerős felújításával kapcsolatos. Mindenki ismeri azt a fogalmat, hogy energetikai audit. Minden társasháznak el kell készíteni ezt az auditját. Ebből ki fog derülni, hogy hol vannak azok a sérülékeny pontok, amelyek az állagot esetleg veszélyeztetik. Ha a társasház úgy dönt, hogy felújítja a társasházát, akkor az önkormányzat ehhez támogatást nyújt. 25% a bekerülési költség 25%-át biztosítjuk, maximum 1 millió forint. Erre is szeretnénk forrást találni a költségvetésben, hisz minél jobb állapotban vannak a társasházaink, annál kényelmesebben érzik magukat benne az emberek, és ez nem mindegy, hogy jól érezzék magukat a saját városukban.